Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban a nyilas jegyénél születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Ami az asztrológiát illeti, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint Mars bolygó a nyilas jegyében van. Ez jelentheti az életerőt, de jelenti a férfiakat is, és az kihat a szerelmi élet területére. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A lelki társad vagy ez a férfi itt látható a képen, tehát utal a férfiakra. Mivel én összekevertem a Lenormand kártyát a Kiper kártyával, nem esett ki a fő hölgy, ezért más képeket nézünk meg. Ez lehet a gazdag lány, vagy ez a jóindulatú hölgy. Mindkettő vonatkozhat rád. Az is lehet, hogy te jóindulatú vagy, itt van nyeremény, vannak értékek, ez jelenti a belső értékedet is, és mindkét hölgy rád vonatkozik. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy van egy hölgy a környezetedben, aki jóindulatú veled. Ez lehet egy barátnő, lehet valaki a családból, lehet egy kolléganő is, de jó és szép a kapcsolat. És most megnézzük, hogy mi van vele, közted és közte. Ezek a kártyák fűznek össze benneteket. Előtte megjelenik a torony. Fogva érzi magát. Ez olyan, mint egy labirintus. Keres egy kiutat, keres változásokat. És itt lesz változás, hiszen a gólyák utalnak a változásokra, és ami még összeköt benneteket, ez a kereszt, a hit vagy a remény, lehet egy találkozás is, amikor a sors utatok kereszteződik. A kereszt jelenti a változásokat, a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, vagy ő, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ugyanezt jelenti a gólya, a változásokat. Sőt, a gyermek is utalhat változásokra, hiszen gyakran szimbolizál egy új utat, egy új életterületet, egy új irányt, újdonságokat. Amennyiben te ez a hölgy vagy, tehát azért majd hallgass a saját érzelmeidre is, hogy te ez a fiatal gazdag lány vagy, vagy ez a hölgy, aki nagyon jó indulatú. Az ő gondolataiban ezek a kártyák jelennek meg, valami átláthatatlan számára, ami az otthont, a családot illeti. Mert valaki itt zárkózott, vagy ő úgy érzi, hogy valaki eltitkol előle valamit. De megvan a remény, hogy itt tisztázódjanak a dolgok. Ami még foglalkoztatja a gondolataiban, az az anyagi helyzet, egy ingatlan, és ott a remény, hogy minden úgy alakul, ahogy ő ezt elképzeli. A felhő az jelenteti az időt is, mégpedig fél évet, hogy vissza kell gondolni arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez a helyzet, vagy egy bizonyos személy útban van hozzád, visszatér hozzád. Ha ez a hölgy vagy, akkor kapcsolatotok van, hiszen egy vonalban vagy ezzel a férfivel. A gondolatodban megjelenik itt a remény, szép kapcsolatok, szép otthon, jó anyagi helyzet. Az ő gondolataiban megvan a nyeremény, itt egy új irány és egy találkozás. Szerencse,
a szerelmi élet területén. Ez a gyermek utalhat persze a gyermekekre is. Ez a férfi egy vonalban van ezekkel a kártyákkal, és itt van egy hamis nő a háttérben. Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy ez a nő ellopott tőle valamit. És akkor a torony utalhat egy bírósági ügyre. Sőt, itt a bíróság újra megjelenik. Ez, ami őt betegíti. Persze az is lehet, hogy ez a nő lesz beteg. A kártyák mást is jelenthetnek. Mint például a korlátozásokat, ez a nő betegíti őt, minden olyan igazságtalannak tűnik, ő fogva érzi magát ebben a toronyban. Ebben az esetben tud a tolvaj segíteni, hiszen a tolvaj el tudja távolítani ezeket a kártyákat. A korlátozásokat, a betegséget, ezt a hamis nőt, vagy az igazságtalanságokat. És itt látható előtte, hogy lesz változás, egy szerencsés fordulat. Ez a férfi egy vonalban van a gyermekkel, ez jelenteti a gyermekeket, vagy tervez egy új kezdetet. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, lehet, hogy itt tényleg lopásról van szó, és itt lesz egy bírósági ügy. De nyerni fog, hiszen fölötte megjelenik a nyeremény. Azt is jelenthetik itt a kártyák, hogy van egy bírósági ügy, vagy ő áttélt valamit, ami igazságtalannak tűnt, és a tolvaj eltávolítja az igazságtalanságokat. Ha úgy gondolod, hogy ez a hölgy vagy, hiszen megvannak az értékeid, a belső értékeid, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt vannak hosszú távú tervek. Ez szerencsét hoz. Ez a jóindulatú hölgy segít neked. Itt megvan mindenre a remény. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Ami az otthonodat, a családot illeti, itt voltak igazságtalanságok, de lesz egy szerencsés fordulat. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Itt ez a két hölgy, tulajdonképpen mindkettő lehet a te személyiséged, a belső értékeid és a jó indulatod. De előfordulhat az is, hogy itt két különböző személyről van szó, és valaki a jó indulattal segít neked, itt a kapcsolat, és ez a virágcsokor lehet egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. Ami ezt a hölgyet illeti, számára valami átláthatatlan az otthonát, a családot illetően, itt megjelenik a medve, megvan ahhoz az élet ereje, hogy tisztázzon bizonyos dolgokat. Itt ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt vannak hosszú távú tervek, megvan a tudása, a csillagok szerencsét hoznak, vagy az is lehet, hogy egy spirituális területen dolgozik. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Ez a férfi tervez egy új irányt, lesznek változások, egy találkozás, nyeremények, keresi a kapcsolatot veled. Itt van a remény, itt lesz egy jó anyagi helyzet, vagy ki tudtok építeni valamit. A csillagok szerencsét hoznak. Az anyagiakat illetően, de a halak jelenthetik a belső értékeket is. Második hét január hónapban ez a hamis nő figyelgeti őt, sőt, ez a férfi fogva érzi magát. De hamarosan lesz egy változás, egy fordulat, egy találkozás, fontos döntések. A háttérben megjelenik itt még egy hölgy, vagy lehet, hogy ő figyelget téged is, figyeli őt is,
és itt titkokról van szó, ez a hölgy eltitkol előle valamit, emiatt sok minden olyan átláthatatlannak tűnik. Persze a kígyó jelentheti a gyógyító erőt is, és akkor itt van a tudás, a tanulás, fél éven belül itt kialakul valami, vagy lesz egy iskolázás. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Itt vagy lopásról van szó, vagy a tolvaj eltünteti az akadályokat. Itt látható egy utazás. Lehet, hogy vigyázni kell egy külföldi kapcsolatnál, vagy egy utazásnál, mert lehet, hogy ott lesz ez a lopás. De ez a tolvaj el tud negatív kártyákat távolítani. És akkor itt a szerencse újra megjelenik, és egy jóindulatú hölgy. Viszont vigyázni kell, nehogy ez a jóindulatú hölgy valaki más itt kihasználja a jóindulatát. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, és a fa jelenti a gyógyító erőt, vagy azt is, hogy valahol le tudtok gyökerezni. Meg lesz a biztonság érzete, és a tolvaj eltávolítja az akadályokat. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Ez a hamis nő betegíti őt. Itt igazságtalanságokról van szó, de hosszú távon megvan az erő, védeni tudja magát. Azon kívül itt van egy jóindulatú férfi a környezetben, aki segíteni fog. És ennek a férfinek van itt szava, be tudja bizonyítani magát. Egy kellemes meglepetés útban van. Ez a lovas férfi utalhat mindarra, ami mozog, például egy autóra, és akkor lehet, hogy itt lesz egy szép autónak a vásárlása. És itt van egy jó ajánlat, itt van a nyeremény, tehát megvan a lehetőség arra, hogy megvegyétek ezt az autót. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!